A Pimasz mellett a pikáns szó is eszembe jutott a Villám című dallal kapcsolatban. Vendégünk Mihály Filuca, szia Luca. Szia, szia. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Véleményed szerint melyik irányba billen inkább a mérleg nyelve? Pikáns vagy pimasz? Vagy mindkettő. Valójában mindkettő, de a legjobb szó szerintem a pimasz szó erre a videoklipre és a dalra. De miért akartál pimasz dalt? Mert ugye azt mondtad is, hogy te egy pimasz dalt szeretnél magadnak. Igen, ez volt a cél. Egyáltalán nem voltam szívfájdalomban a Revolver után, ott kicsit kiadtam magamból az összes szerelmi báratomat és a fájdalmaimat, és jött a nyár, és teljesen más vibe-okban voltam, úgyhogy gondoltam, hogy kellene valami olyat csinálni, ami kicsit jobban megmozgatja az embereket, meg engem is. Akkor ez is most a fő célod, hogy minden egyes új trackben, számban más oldaladat, arcodat mutasd meg? Egyértelműen, de most pillanatnyilag inkább útkeresésben vagyok szerintem, úgyhogy olyan zenéket csinálok, amiket éppen jónak érzek, és amiket belül a szívemben jónak látok, aztán utána majd kiderül, hogy ez hogyan jön le a közönségnek, de egyértelműen útkeresés most. Egy igen izgalmas zenei világot hallhatunk ebben a dalban. Kinek köszönhető ez? Én a Závodi Marcival dolgozom egészen az X-Faktor óta. Ez úgy történt igazából, hogy írt nekem még az X-Faktor alatt, hogy nagyon tetszik neki, amit csinálok, és hogyha lesz kedve a műsor után, akkor menjek el hozzá dolgozni. És instant egy hullámhosszon voltunk, úgyhogy én igazából a Marcit a bátyának nevezhetem, és ő is a hugának. Igen, ezt több helyen is így nyilatkoztad már, hogy bátyát tekintesz rá. Így van. A Marci nekem egy nagyon fontos ember, tényleg benne 100%-osan meg tudok bízni, és ezért nagyon könnyen megy a közös munka. Szabad kezet is hagysz neki, hogyha zenei alapokról van szó? Alapvetően mindig van egy elképzelésem, főleg most arra már így nagyjából tudom, hogy mit szeretnék hallani, de a Marci mindig nagyon ügyesen belevisz olyan kreatív dolgokat, amikre például nekem nem lenne így agyam, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki tényleg. Van egy másik férfi főszereplője is ennek a dalnak, ő pedig nem más, mint Echo. Őt ugye bár egy Manuelles turné alatt ismerted meg, de aztán végül is hogyan zajlott ez a folyamat, hogy felkért őt erre a közös dalra, és aztán hogyan fogadta ezt a felkérést? Igen, tulajdonképpen az Andrissal, mi a Manuelnek a turné alatt az akváriumban találkoztunk, amikor ott lépett föl, akkor ott volt mindenki a szakmából, és nagyon jóba lettünk, és onnantól kezdve tartottuk a kapcsolatot, és amikor a Marcival megírtuk ezt a számot, akkor rögtön az Echo jutott eszembe, hogy milyen csodálatos lenne, hogyha rányomna valamit. Elküldtem neki, és visszaírta, hogy nyomjuk már. Kicsit mesélj a videoklipről is, nagyon, nagyon szép, pikáns videoklipet láthattunk. Hát Csiti, neked ez beragadt az érzőt. Kinek köszönhető a képi koncepció, mi volt a fő elképzelés? Én a Rádli Bencével dolgoztam együtt ezen a videoklipen, őt még az X-Faktor alatt ismertem meg, és azóta szeretnénk együtt dolgozni. Úgyhogy nagyon az volt a cél ennél a dalnál, hogy valami nagyon amerikait, nagyon amerikai világú klipet csináljunk, és szerintem nagyon elkapta a Bence, úgyhogy tényleg imádtam vele a közös munkát. Nagyon hosszú volt a forgatás, és elkapott minket egy zuhé is, és minden, úgyhogy megszenvedtük, de a végeredmény az azért szerintem nagyon jó lett. Ha már ennyit emlegetted ezt a tehetségkutatót, amiben szerepeltél, ott azért ilyen nagy volumenű dalokat is hallhattunk tőled, ahol tényleg igazán kieresztetted a hangodat. Azért ilyen dalok is vannak tervben majd a jövőben, amikor ezt az oldaladat megmutatod? Biztos vagyok benne. Mindenféle dolog tervben van. Pillanatnyilag most egy kis albumon dolgozom, ami augusztusban jön ki. Ezen 3 szám lesz rajta. Azok is a legtöbbje bulizós, mert most abban a korszakomban voltam éppen, de utána majd ősszel, így november-december szinte jönnek trackek, és azok más hangvételűek lesznek. Azóta sok számot írok, és egyfolytában minden inspirál, úgyhogy öntöm magamból a dalokat. Meg itt a kamerákon kívül beszélgettünk, és mondtad, hogy hihetetlen gyorsan elpörgött neked ez az elmúlt 2 hónap a nyárból, viszont még van egy hónapunk. Hogyan fog neked ez telni? Fú, ugyanolyan gyorsan szerintem, mint az első 2 hónap. Egyfolytában turnézom továbbra is a Manuellel, most már vannak saját buliaim, és folyton dolgozom a stúdióban, és együtt vagyok a barátaimmal. Hát sok sikert kívánunk neked. Igen, ehhez. És várjuk az újdonságokat tőled. Igen, hogy jön az új kislemez, akkor hozd el hozzánk. Köszönjük szépen.